kívánok, én is köszönöm a mai türelmüket. A mi szempontunkból mindenképpen megérte az időráfordítást, a többletet is. Közös szempontunkból, hiszen fontos feladatot végeztünk el ma. Azt mondhatom önöknek, hogy világosá vált, hogy megvannak az elvi alapjai, program szintű alapjai annak a közös kormányzásnak, amelyre készülünk, és amely Magyarországot végre ismét egy emelkedő, gyarapodó, biztonságos és nyugodt országát tesz. Amikor nekifogtunk ennek az elvi programgyártásnak, akkor mi az egyik PM oldaláról négy célt tűztünk ki. Az egyik, hogy a korszakváltás szempontjaiban meg tudjuk állapodni az MSZ-ével, azt kell mondom, hogy ebben nem volt vita, nagyon könnyen jutottunk egyességet. És aztán másik három haza a haladás és a szolidaritás kérdéseiben is meg tudtuk állapodni ebben a dokumentumban. Miközben érzemben és alaposan kellett egyeztetnünk jó néhány kérdésről. Helyenként még azt kérdeztem mondjuk, hogy a szolidaritás kérdésében még bizonyos értelemben versenyünk is egymással jó irányba. Azt gondoljuk, hogy a szolidaritás szerződését Magyarországon újra kell kötni azután, hogy a Fidesz ezt felmutatás kettét érte 2010-ben. Meg tudtunk állapodni abban, hogy egy felelős, az ország egészért mindenki által felelősséget vállaló közösség szolidaritását újra fogjuk tudni építeni. Ebben nagyon sok konkrétum. Azzal, hogy szeretnénk 300.000 embert levonni a következő ciklusban a társadalmi felelősségvállalásban a túlélés esélyt biztosítani azoknak is, akiket a Fidesz ebből kizárt. Meg tudtunk állapodni egy igazságos adórendszer. Annak a eltörlésében, amit ma az egykulcsos adó jelent Magyarországnak, megszüntetni az igazságtalanságot és helyette egy igazságos és Magyarországot a növekedési pályára állítani képes adórendszerrel is megtudni. És persze, ami nagyon fontos, meg tudtunk állapodni olyan kérdésekben, amely garanciát jelent a magyar választóknak arra, hogy a politikától kiűzünk a korrupciót, hogy elszámolunk végre 20-valahány év után az ügynöklisták kérdéséről, hogy helyreállítjuk a média szabadságát, hogy nyugalmat, békét teremtünk a határon túl és a határon innen élők között, és abban is, hogy Magyarországon nem térhet vissza a költségvetési felelőtlenség korszaka 2014 után. Megszüntetjük azt a napról napra és most a Fidesz kormányában Önök látni fogják ezt a dokumentumot. Számos pontban állapodtunk meg olyan alapelvekben, amelyek Magyarországot végre egy gyarapodó követő tárgyat. A beszélgetés második részében pedig nagyot léptünk előre azért, hogy a bizonyos szempontból nehezebb kérdésben konkrét, egyéni, személyi döntéseket meghatározó kérdésben is előre tudjunk lépni. Meghatározottuk az alapelveket, amelyekre Attila utalt, és ami alapján a következő hetekben lefolytathatjuk azokat a nyilvánvalóan első körben bizalmas egyeztetéseket, amelyek az egyéni választókerületi jelöltek állítására szóltunk. Most nevekről nem beszéltünk, mielőtt megkérdeznék, konkrét jelöltetek, gyorsan beszéltünk, de tisztáztuk, hogy ez a folyamat milyen elvek, milyen szabályok alapján, és milyen menetrendben, milyen határidővel fog végigmenni. Arra számítunk, hogy ezt a folyamatot végigcsinálva, sőt, ezt követően a többi stratégiai kérdést is tisztázva augusztus végéig szeretnénk lezárni azt a tárgyalási folyamatot, amelyet három héttel ezelőtt elkezdtünk. Tudjuk, hogy világos felelősségünk van, meg kell állapodnunk mindenben ahhoz, hogy Orbán Viktor kormányától megszabadítsuk Magyarországot. Ez egy olyan folyamat, amely szakaszosan halad. Az első szakasza volt a ma lezárt szakmai program megállapodás. A második szakasza, amelyet ma elkezdtünk megalapozni, az az egyéni jelöltek állítása. Ezt követően kell a stratégiai ügyekről megállapodni. És ha mindezt megtettük, utána a szervezeteni döntéshozai formulai össze meghozhatják a releváns döntéseket ezekben a kérdésekben. Egy olyan folyamatban vagyunk, amelyben lépésről lépésre egyre szorosabb és erősebb lesz az Orbán Viktor leváltani képesség.